Papp Claudia úgy utazott május közepén a 3x3 válogatott edzőtáborába, hogy az U23-as csapatban számítanak rá, kedden pedig felnőtt világbajnoki ezüstérmesként érkezett haza Nyíregyházára. Az NKS irányítója Nantban egészen a döntőig menetelt a magyar csapattal, és bár végül a fináléban az oroszok jobbnak bizonyultak a mieinknél, Claudia abszolút sikerként élte meg az ezüstérmet, amelyet a beacos Süle Krisztina, a pécsi Bozóki Bettina és a szekszárdi Teodorán Alexandra társaságában szerzett meg. Ez életem eddig legnagyobb élménye volt, én úgy gondolom. Nagyon örültem neki, hogy részt vettem ezen a világversenyen, és úgy gondolom, hogy tényleg egy életre szóló élmény, és soha nem fogom elfelejteni. Úgy indultunk neki, hogy a VB az legyen egy örömjáték számunkra, itt a kötelező az Európa-bajnokság. Azt, hogy miután csoport másodikként tovább jutottunk, és legyőztük az olaszokat, ott éreztük azt, hogy ebből tényleg lehet egy érem. Papp Claudia edzője, Farkasinszki Gyuláné szerint óriási dolog, hogy valaki egy másodosztályú csapatból be tudott kerülni egy világbajnoki ezüstös szerző együttesbe. Egy világbajnokságra kijutni minden tekintetben egy óriási dolog, minden szempontból, és ott bármi lehet. Nagyon örültünk neki, kijutott, nagyon jól szerepeltek, mérkőzés, amit lehetett, mindent megnéztem én is, hogy mint. Én úgy gondolom, hogy olyan óriási dolgot vittek véghez ezek a lányok, amiről senki nem álmodott szerintem itt bent Magyarországon, senki nem gondolta, hogy ők ebben az összeállításban ilyen szerencsések is lehetnek, mert ugye ott azért az utolsó pillanatban dobott kosarak azok egyértelműen szerencse, de én azt mondom, hogy jó játékosnak mindig szüksége van arra, hogy szerencséje is legyen, és hogy tényleg azok közé játékosok közé tartozik, akik mindent megtesznek szívükkel, lelkükkel azért, hogy bármilyen eredményt elérjenek, ő az, aki soha semmit nem ad föl, tehát az utolsó leheletig pillanatáig, akár sérülése, bármilyen van, tehát ő biztos, hogy küzdeni fog, látszott már ott ugye a mérkőzéseken is pont ugye be volt ragasztva az ujja, és rögtön én is írtam, hogy mi a probléma, de nem volt komoly a sérülése, csak a mezbe belakadt a hüvelykújja, és ugye egy kis rándulás volt, de így biztosabban tudott kosárlabdázni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak, tehát akár neki, akár nekem egy óriási meglepetés volt minden tekintetben, de maximálisan megérdemeltem, elmondom, ő az a játékos, aki mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a célját, és úgy teljesítsen, ahogy az ő szívében, vérében benne van. Claudia számára véget ért a 3x3-as szezon, mivel az U23-as csapatban azok szerepelnek majd, akik végigcsinálták a felkészülést. Egy évet viszont még mindenképpen Nyíregyházán tölt az irányító, aki tanulmányai miatt döntött úgy, hogy több élvonalbeli csapat csábítása ellenére marad az NKS-nél.